A héten tartotta éves közgyűlését a Nagy Adria Mente Turisztikai Egyesület. Jelenleg 39 tagot számlálnak, mely most további taggal bővült. A 63-as bázis jelentősen hozzájárul majd Nagy Adrát idegenforgalmának fellendítéséhez. Az osztálykirándulókat, a csapatépítő tréningeket igazából ide vonzza majd, sőt még a helyiekből is alakultak csapatok, akik így hétvégente eljárnak paintballozni, sőt akadálypályázni. Az akadálypályára meg az olyan embereket, akik ezre a most divatos Spartán részre készülnek, itt fel tudnak készülni, mert minden feladatot, ami ott van, ezt meg tudnak élni, tudják gyakorolni. A 63-as bázis egyéb szolgáltatásokkal fogja idén bővíteni a kínálatát. Szabaduló szobákat és tankvezetést is ki lehet majd próbálni. A közgyűlés folytatásaként a tavalyi év pénzügyi mérlegét zárták le. Nagyjából az egyesületünk éves szinten 10 millió forinttal gazdálkodik, tehát 10 millió forint a bevétele és a kiadása. Egyensúlyban vagyunk, ennek a jelentős részét Nagy-Adrát város önkormányzata biztosítja, közel 5 millió forinttal járul hozzá az önkormányzata működéséhez. Ezt egészíti ki a tagdíjbevételek az egyesületnél, illetve az egyesület saját bevételei, amelyet a saját szolgáltatásainkból könyvelhetünk el. Ismertették a turisztikai információs kártyákból álló csomagot, mely a város és a térség attrakcióit mutatja be. Ezeket a legnagyobb és a legforgalmasabb idegenforgalmi központokhoz helyezik ki. Az idei évben az egyesület tagjainak nyelvoktatást is biztosítanak, valamint különösen nagy hangsúlyt fektetnek majd az online marketingre. Az idei évben szeretnénk fejleszteni az online szolgáltatásainkat, a rendezvények marketingjét, ebben kiváló partner lesz az Adelt hírportál is. Nagyon remélem, ebben az irányban döntöttünk, és ebbe az irányba szeretnénk elindulni. A másik ilyen terület a nyomtatott elektronikus marketinganyagok. Szeretnénk azokat a térképeket felfrissíteni, amelyeket a városról és a környékről készítettünk a turisták számára. A közgyűlésen Nagy-Adrát turisztikai törekvései között Orma István polgármester hangsúlyozta a gyógyfürdő fejlesztésének fontosságát, és ismertette az Európai Uniós pályázatok turizmust élénkítő területeit. A gyógyfürdő az, és lehet az, amelyik alkalmas arra, hogy ide hozzon, és tartósan több napon át, vagy akár egy héten át itt tartson vendégeket, turistákat. Ezért a gyógyfürdő fejlesztését tartjuk a turizmus szempontjából a legfontosabb feladatunknak. Erre kész terveink vannak. Tudjuk azt, hogy mit szeretnénk megvalósítani, a gyógyfürdő befogadó képességét növelni, a komfortját jelentősen fejleszteni, és a szolgáltatások körét is jelentősen bővíteni. A polgármester szerint az idegenforgalom fellendítésének másik lehetősége a nagy tömeget vonzó rendezvényekben rejlik. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy a rendezvényturizmust szeretnénk még erősíteni, hiszen jó példa az Extreme Man triatlon verseny, ami egy alkalomra nagyon sok vendéget hoz. Szeretnénk, hogyha még lenne ilyen, ilyenné válhat a Wing Nagy-Adrát maraton futóverseny, és szeretnénk egy összművészeti, kulturális jellegű olyan rendezvényt létrehozni, ami egyedi jellegű, és ide tud hozni vendégeket, akik több éjszakát tartózkodnak Nagy-Adrán. A közgyűlés ötletbőrzével zárult, melyen a tagság az éves program kialakításában vállalt szerepet.